Mindannyian arra vágyunk, hogy tiszta lappal indíthassunk. A zsidó vallás, a Tóra erre minden évben megadja a lehetőséget. Rosh Hashanát követő 10 napban, az úgynevezett 10 engesztelő napban felkészülünk a naptárunk legszentebb napjára, Jom Kippurra. Jom Kippur, amit az engesztelés napjának, vagy a megtisztulás napjának lehet fordítani, egy 25 órás böjt, amikor visszatérünk a gyökereinkhez, visszatérünk az élet forrásához, az örökkévalóhoz, 25 órát eltöltünk a zsinagógában, és legyen bármilyen az elmúlt egy év, legyenek bármilyenek azok a terhek, amelyek a lelkiismeretünket nyomják, hogyha valóban őszintén megtérünk, visszatérünk, csúvát teszünk, ahogy a zsidó hagyomány tartja, akkor az örökkévaló nem csak megbocsájt, hanem egy tiszta lapot indít el a következő évben. Erős és fontos dolog ez a csúvá, a visszatérés. Hiszen nem csak arról van szó, hogy a zsidó hagyomány, a zsidó filozófia, vallástudomány szerint egy új lapot indíthatunk, hanem arról is szó van, hogy visszamenőleg is megváltoznak a tetteink. A Talmud tanítása szerint az az ember, aki az alacsonyabb szintjét éri el a csúvának, a visszatérésnek, annál az az eredmény, hogy a bűnei, a szándékosan elkövetett bűnei, szándékon kívül elkövetett bűnökké transformálódnak visszamenőleg. Az az ember viszont, aki a magasabb szintjét eléri a csúvának, a megtérésnek, az azt is elérheti, hogy a szándékos bűnei szándékos jó cselekedetekké minősülnek.